Bár bírság vagy éppen börtön is jár érte, mégis minden korábbinál több választási plakátot firkálnak össze, tépnek le a kampányban. Kap Orbán Viktor és a baloldali ellenzék is, de leginkább a Jobbik. Alig látni a városban Hitler bajusz nélkül Vona Gábort. Vagy ha nincs bajusz, akkor legalább egy horogkereszt. Az általunk megkérdezett jogász szerint a horogkereszt rajzolás nem bűn, vélemény, amihez mindenkinek joga van. Vidos Mihály riportja. Magyarország miniszterelnöke Suttyó paraszt, hirdeti ez a 13. kerületben kirakott plakát. Ugyanitt ennél két lényegesen durvább jelző, és egy-egy Hitler bajusz is kijutott Orbán Viktornak. Láthatóan valaki egy füst alatt háromszor töltötte ki a mérgét a plakátjain. Összelopás 2014, ezt már egy valószínűleg jobboldali utcaművész kerekítette ki az Összefogás 2014 plakátjából. Ugyanitt a kampányszlogent is átírták, Paks helyett a szocikra nincsen 1 millió forintja az alkotónak. Duró Dóra a Jobbik 9. kerületi jelöltjének plakátján gúnytűznek a képviselő nevéből és házasságából is, Vona Gábort pedig Adolf Hitlerre fazonírozták, ahogy ugyanezt tették Vonával szinte mindenhol. A Jobbik jelöltek plakátjainak nagy részén horogkereszt, Hitler bajusz és náci felirat térítik ki eredeti jelentésükből a párt üzeneteit. Még olyan helyekre is került a közismert arcszőrzetből, ahol ehhez létre kellett a plakát hekkereknek. Ez már lejárt lemez, és nem taszítja az embereket. Duró Dórát telefonon értük utol. A Jobbikos képviselőnő azt mondja, a választók a súlykolt üzenet ellenére nem gondolják róluk, hogy náci párt lennének. Azt nem tudják, melyik oldalról kapják a támadásokat a plakátjaik, de határozottan fel akarnak lépni a pingálók ellen. Mi is láttuk ezeket a plakátrongálásokat, és éppen ezért szervezett bűnözés miatt feljelentést tettünk. Több helyen már elfogták az elkövetőket, például Debrecenben és Kecskeméten is, illetve az egyik irodánknak a megrongálását rögzítette a biztonsági kamera, így arról is rendelkezésre állnak felvételek. Éppen ezért ezeket a rendőrségnek is természetesen a rendelkezésére bocsátottuk, és országszerte is egy figyelő szolgálatot állítottunk fel, annak érdekében, hogy ezeket a bűnelkövetőket elkapjuk. Az a párt, aki nyomozást indít azért, mert ilyen rajzokat helyeznek el a plakátjain, az valószínűleg saját magát teszi nevetségessé. A TASZ szólásszabadság szakértője szerint a plakátrongálás a politikai folklór része, így a pártoknak tűrniük kellene ezeket. A náci jelképek használata ugyan büntetendő, de Dolcsák Dalma szerint a választások előtt ennek használata is befér a törvényes keretek közé. Ezeken a plakátokon ugye horogkeresztet is elhelyeznek a firkálók, ami önkényuralmi jelkép, de azért a társadalomra veszélyesség egy ilyen esetben, amikor éppen egy szélső jobboldali pártot igyekszik kifigurázni a firkáló, akkor nagyon nehezen valósul meg, és a bűncselekménynek feltétele az, hogy társadalomra veszélyes legyen a tett, ami jelen esetben nincs meg. A plakátfirkálás egyébként rongálás, amit ha kísértékre követnek el, mint ebben az esetben például, csak szabálysértés, amiért néhány tízezer forintos bírság járhat. Komolyabb kár esetén ugyanez már vétség, amiért akár letöltendő börtön is kiszabható, de ilyen ítélet egyelőre még nem született az idei kampányban. De nem csak a plakátrongálók hekkelik a pártok üzeneteit. Ez a 24-es villamos például Mencer Erzsébetet, a Fidesz óbudai jelöltjét fogja reklámozni a keleti pályaudvar környékén, míg a keletinél jelölt Vas Imre múlt héten a 17-es vonalán Óbudán szerezhetett szimpatizánsokat magának. Ennek oka azonban nem a BKV kampány befolyásolási kísérlete, hanem pusztán az, hogy mindkét járat villamosai innen a ferencvárosi kocsiszínből állnak forgalomba. Ha pedig ezek a villamosok csak ott járhatnának, ahol az a jelölt, aki rajtuk van, akkor a BKV nem tudná teljesíteni a menetrendet. Vidos Mihály, Hír 24.